Elkezdődött a 2020-as felsőoktatási eljárás, tehát mostantól lehet jelentkezni a jövő szeptemberben induló képzésekre. 63 felsőoktatási intézmény több mint 7200 szakot hirdetett meg az interneten, a felvi.hu oldalon meg lehet találni a részleteket. Fontos változás, hogy szinte mindenhol előírás már, hogy legalább egy emelt szintű érettségi kell a jelentkezőnek, és módosul, lejjebb kerül a jogászképzésben a minimális ponthatár, mert hogy több helyen jogász hiány van. Do we have operator and caller? Angolórán vesznek részt a zalaegerszegi Zrínyi Miklós gimnázium végzős tanulói. Közülük többen jogászok szeretnének lenni. Azt mondják, hogy nagy örömöt és segítséget jelent számukra. Az, hogy jövőre lényegesen kevesebb pontszám kell majd ahhoz, hogy be tudjanak jutni. Ráadásul több diák kaphat majd állami ösztöndíjat is. Én a Pázmányra szeretnék menni jogi szakra, ügyvéd szeretnék lenni, úgyhogy nekem ez most így rendkívül jól jött, hiszen 440 pontot jóval nehezebb elér, mint 350-et, úgyhogy így kicsit könnyebben viszonyulok az érettségihez is, hogy nem kell annyira rástresszelnem magam. Vidéki kormányhivatalok, bíróságok és önkormányzatok jelezték a kormányzat felé, hogy jogászhiányt tapasztalnak, és azt szeretnék, hogy a vidéki egyetemeken emeljék meg az állami ösztöndíjas hallgatók számát. Mindenképpen több jogászra lenne szükségünk. Ennek az az oka, hogy az a munka, amit mi végzünk, azt a rendszer szemléletet, azt a jogi gondolkodást igényli, amit a jogi egyetemen tudnak megszerezni a munkavállalók. Ezért mi mindenképpen üdvözölnénk, hogyha több jogászt tudnánk alkalmazni, sokkal több jogász jelentkezne hozzánk munkára. A kormány úgy döntött, hogy eleget tesz a kérésnek, míg a korábbi években az állami ösztöndíjak javát a fővárosi egyetemeken kaphatták meg a diákok. Mostantól minden intézmény 80 hallgatót vehet fel állami finanszírozással. Emellett több szakon is csökkentették a pontszámokat. A jogászképzésen 90-nel, de jelentős pontzuhanások lesznek igazságügyi, igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási, nemzetközi gazdálkodási, valamint nemzetközi tanulmányok szakon. Sanda Tamás parlamenti államtitkár azt mondta, a kormány célja, hogy a fiatalok a jövő nyertesei legyenek. Nyitottak vagyunk a párbeszédre, meghallgattuk a problémáikat és a javaslataikat, és végül úgy döntöttünk, hogy a megfelelő hallgatói létszám és eloszlás érdekében csökkentjük a minimum pontszámokat. Csütörtöktől elindult a 2020-as felvételi eljárás, vagyis már lehet jelentkezni a szeptemberben induló alap, osztatlan és mesterképzésekre. 63 felsőoktatási intézmény 7206 szakot kínál.